Folytatnám az érvelést, amit Mandu László kollégám elkezdett. 6 módosító indítványunk célrendszere tulajdonképpen 3 célban foglalható össze röviden. Az első cél az, hogy valamiféle székház biznisznek, ingatlan biznisznek még a látszatát és a lehetőségét is kerüljük. A második az, majd mindegyikről mondok valamit részletesebben, hogy a médiumok működéséhez szükséges eszközökről valóban a közmédiumokat közvetlenül felügyelő kuratórium dönthessen, és ne lehessen ezt egyel feljebb a médiahatósághoz áttekinthetetlen viszonyok között eldöntetni. A harmadik pedig, itt ez az a pont, ahol valószínűleg céljaink egyeznek az előterjesztőkkel, hogy az archívumok sorsát valóban megnyugtatóan sikerüljön rendezni. Engedjenek meg mind a háromról valamit. Hogy ne kerüljön az országgyűlés, pláne az új médiahatóság a székházbiznisz látszatába. Itt a törvény különböző egyezkedésekre lehetőséget ad ugyan a médiavagyont illetőleg, de az ingatlanokról, az archívumról, sőt rejtélyes módon a jelmez, kotta és díszlettárról is, amit csak viccnek tudok felfogni, hogy azt is elveszik, konkrétan rendelkezik, mondván, hogy az aztán tuti, hogy nem maradhat a közmédiumok birtokában. Ezek közül a nyilván felbecsülhetetlen és valóban nemzeti kezelésbe vonandó archívumokon túl az ingatlanoknak van komoly értéke, együttesen 50-60 milliárdnyi érték, a Magyar Televízión kívül a másik 3 szóban forgó intézmény nagyon jó helyeken, nagyon jó áru ingatlanokkal rendelkezik. Én azt hittem eddig, hogy egy polgári kormány, ami azt szoktam mondani, hogy az én házam, az én váram, és a tulajdon szentségét tiszteletben tartja, olyannyira, hogy már a pálinka főzésbe se szól bele, és olyannyira, hogy akármennyi magánvagyonom van, illetékmentesen örökíthetem, az talán egy fokkal érzékenyebb ama érv felé, hogy egy embernek az autonómia, embernek és intézménynek autonómiáját és szabadságát nem egészben, de részben a rendelkezésére álló tulajdon fölötti rendelkezés joga szabja meg. Ha így van ez a világban, miért ne így lenne a közmédiumoknál? Ha így van ez, akkor miért kell megfosztani a közmédiumokat attól a mozgásszabadságtól, ami egyedül nem a költségvetéstől való függőségüket, hanem egyfajta gazdasági függetlenség részleges garanciáját biztosíthatja. Nem az ellen az észszerű, és hát sokat hallott megoldás ellen van elvi és gyakorlati kifogásunk, hogy esetleg költözzenek össze a tévészékházba vagy máshova, hogy értékesíthessék a saját ingatlanukat. Ilyen tervek közismerten voltak már gyakorlatilag majdnem valamennyi közmédium, a Magyar Rádió és egyéb intézmények kuratóriumánál is, de föl nem merült, hogy az így felszabaduló pénzen ők nem a saját műsoraikat tehetik színvonalasabbá, és nem a saját költségvetéstől való legalább részleges függetlenségük alapját teremtheti meg. Most nem ez történik. Most egyszerűen egy új intézmény csúnya szóval lenyúlja, szebb szóval elveszi ezeket az ingatlanokat, és majd ő dönti el, hogy az értékesítésnél befolyó pénzből mit csinál. Egyelőre a két szép szemükért kellene elhinni, hogy ezt a pénzt majd visszaforgatják a közszolgálatba. Ha ez így lenne, hogy ez a szándék, akkor a kuratórium rendelkezése alatt maradna az ingatlan, mert a kuratórium valóban csak a közszolgálattal foglalkozik. A média tanács nem, az sok minden mással. És különösképpen nem nyugtat meg, hogy a rendelkezések között eleve benne van, hogy a média tanács irányítása alatt álló alapnak módja van hasznosítani, eladni, bérbeadni ezeket a vagyontárgyakat, nyilván az ingatlanokat, ráadásul minden rálátás nélkül. Minden rálátás nélkül, a szövegben nincs benne, ott sem, mint ahogy az előző törvénynél is helyesen mondta Karácsony képviselő úr, ott sincs benne a nyilvános pályázat kötelezettsége. Nota bene a felügyelőbizottságot, ami hát valamelyes betekintést kaphatna az üzletekbe, azt egy személyben a hatóság új vezetőasszonya nevezi ki, még csak nem is a média tanács, aki majd a balhét viszi el, vagy a felelősséget viseli. Ez így nem jó. Az ingatlanokat lehet és kell is jobban hasznosítani, de a közmédiumok rendelkezésére bocsátva ennek a hasznát. A másik
szempontunk a módosító javaslatok összeállításában volt, az volt, hogy az ingatlan vagyontól eltekintve is, ami sajnos csak rossz emlékű székházbizniszek árnyképét idézi fel, Pehemre, én az 5. kerületben lakom, Rogán Antal képviselő, polgármester úr kerületében, és egy olyan helyen, ahol az erkélyről kinézve ránézek a Kereskedelmi Bank székház épületére, és minden áldott reggel eszembe kell, hogy jusson, hogy azok pártszékházak voltak, és az azóta befolyt pénzt, vagy az abból befolyt pénzt azóta is sokan nyomozzák. Nem jó, nem állítom, hogy ez a szándék, de nem jó, ha ilyen gyanú marad a törvény jóvoltából egy újabb székházbiznisz veszélyéről, a közmédiumok amúgy is zavaros világa körül. A második célunk, ahogy mondtam, ezen túl menően, hogy ami a működéshez szorosan szükséges, arról ne valami tárgyaláson kelljen megegyezni a médiatanács, illetve az alap más dolgokkal is foglalkozó szervezeteivel, hanem ahogy Mandur László elmondta, a közszolgálat felelőse, az ottani kuratórium dönthesse el, hogy melyik kamera marad és melyik kamera megy, hogy mi történik a számítógépekkel, és még egyszer mondom, a Kotta, a díszlet és jelmeztárral is. Rémülten várja valamennyi vidéki színház, hogy az övéket mikor kell egybevonni. Mert ezzel az erővel azt is lehetne mondjuk a Nemzeti Kulturális Alap kezébe adni a Kecskeméti Színház jelmeztárát, semmibe se különbözik egyébként a TV, rádió jelmezés kottatárától. Tehát itt hagyjuk meg a közmédiumokért felelőseknek a döntési jogok. Harmadik szempontunk az archívumra vonatkozik. Itt egyetértünk az előterjesztők azon szándékával, hogy ezt valamilyen közös nemzeti kezelésbe érdemes vonni, hiszen ez nemzeti közkincs mindenképpen. De éppen ezért, mert nemzeti közkincs, javasoljuk itt a parlamenti törvénynek a részletes kimunkálását, illetve addig is a megfelelő szabályok kimunkálását. Kevés azt mondani, hogy nem lehet elidegeníteni. Ez a sine qua non-ja ennek a szabályzásnak. De hogy aztán hogy lehet hasznosítani? Ki milyen föltételek között kaphatja kölcsön, az azért nem kis hatalom, akinek ez a kezébe jut. Idősebbek rendszerváltás után felnőttek emlékezhetnek arra, hogy nőtt ki úgy kereskedelmi televízió, hogy bizony a Magyar Televízió filmarchívumából szedte össze annak a profilnak az anyagát, amiből azóta is megvan, és egyébként jól fungál. Éppen ezért tehát rá kell látni, és alaposan ki kell dolgozni azt a szabályokat, amik nem csak azt mondják ki, hogy nem lehet eladni, ez a minimum, hanem azt is, hogy ki használhatja, hogyan használhatja, ki használhatja ingyen, és ki használhatja pénzért, ki dönt majd ebben a használatban. Ha ezeket a módosító indítványokat a többség akceptálni tudja, akkor sokkal megnyugtatóbb és átláthatóbb viszonyok alakulnak ki, mert most a médiatanács és az alap viszonyai nem átláthatóak, nem biztosítják az ellenőrizhető gazdálkodást. Éppen ezért sajnos élek a gyanúperrel, hogy nem véletlen, hogy nem a kuratóriumok kapják meg a jelzett hatáskört, hanem a médiatanács. Egy óriási különbség van közöttük. Az, hogy a médiatanácsba még a szerencsétlen KDNP se küldhetett egyetlen embert sem, arra bizony kizárólag a Fidesznek lesz rálátása. Még a kuratóriumban nem valami dicsőséges arányban, de legalább rákérdezni, legalább egy papírt bekérni más pártok jelöltjeinek, delegáltjainak is van módja. Ha minden tiszta, ha minden rendben akar lenni, akkor miért kell félni ettől? Akkor miért kell csak az 5 darab 9 évre kinevezett fideszes delegát átlátását biztosítani a történet fölött? Ezért kérjük megfontolásokat. Köszönöm figyelmüket. Normál szót kért El Simon László képviselő, Fidesz. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Én egyszerűen döbbenettel hallgattam most a részletes vitában is Lendvai Ildikó képviselő asszonyt. Nagyjából megismételte ugyanazokat, amiket az általános vitában, és olyan túl sok érvet nem hallottunk a benyújtott módosító indítványok mellett, szemben mindazzal, amit Mandur László képviselőtársam elmondott, mert Mandur László legalább törekedett arra, hogy érveljen a módosító indítványok elfogadása mellett. Képviselő asszony ezzel szemben olyan dolgokat fogalmazott meg, amelyek megint azt kell mondjam, köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Székház bizniszről beszél. Milyen székházbizniszről? Arról beszél, hogy a székházbiznisznek a gyanúját is elkerüljük. Hát tetszettek volna elkerülni a Magyar Televízió székházának eladásakor.
tetszettek volna elkerülni akkor, amikor ilyen feltételekkel, ilyen körülmények között zúrítottak a nyakunkba PPP beruházás keretében egy új Magyar Televízió székházat, amelynek a terheit évekig fogjuk még nyögni. Ha jól értem, akkor, amit képviselőasszony mondott, önöknek nincsen kifogásuk az ellen, hogy a közmédiumok összeköltözzenek. Azt is mondta, hogy nincsen kifogásuk az ellen, hogy értékesítsük ezeket az ingatlanokat, csak legfeljebb azt a feltételt szabják, hogy a közmédiumok rendelkezésére kell bocsátani az értékesítésből befolyó hasznot. Szeretném megkérdezni, hogy a Magyar Televízió székházának eladásából, befolyt összegből hány új tévéjátékot gyártottak az elmúlt években? Hol vannak azok a műsorok, azok a produkciók, azok a szellemi termékek, ne adj Isten, új jelmezek, amelyeket annyira félt a jelmeztárból, amelyek a Magyar Televízió székházának eladásából, befolyt összegből valósultak meg? Hát tessék nekem ezt elmondani meg a képviselőtársaimnak, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Mi egyáltalán nem abban gondolkodunk, hogy ész nélkül nekiroljunk a dolgoknak és eladjuk a székházakat. Egyébként nem is értem azt, hogy ezt az érvelését, hogy ne azért a médiatanács felügyelje majd a vagyonkezelő alapot, hanem a kuratóriumok, mert ugye a médiatanácsban csak kormánypárti tagok vannak, a kuratóriumban pedig vannak ellenzékiek is. Miért is? Hol van itt székházbiznisz? Múltkor is elmondtam az általános vitában. Van egy vagyoncsomag, amely vagyoncsomagot az állam egy vagyonkezelő alapba helyez át. És ez a vagyonkezelő alap fogja ezt a vagyoncsomagot működtetni. Nem értem, hol van itt székházbiznisz. Hol van itt a székházbiznisznek a gyanúja? Tehát valahogy tessék nekem elmagyarázni, képviselő azt mondja, hogy értsem is ezt a problémát, mert nem értem. Az pedig, hogy a jelmeztárakat akarjuk összevonni. Milyen jelmeztárakat? A Magyar Rádiónak a jelmeztárát? Hol van a Magyar Rádiónak jelmeztára? Hogy ide hozza a vidéki színházaknak a kelléktárát. Hát egyszerűen nem is értem, hogy kerül a csizma az asztalra. Inkább azt a felelősséget kéne komolyan venni, hogy igenis a jogalkotó szándéka szerint azokat a fölhalmozott szellemi és anyagi értékeket, amelyek a Magyar Televízióban megtaláltok, például a jelmeztár, azokat vagy kelléktár, azokat igenis megkívánjuk őrizni. És arról rendelkezik a jogalkotó, hogy a későbbiekben ennek a pontos szabályozását dolgozzuk ki. És közben egyébként már azon is gondolkodunk, hogy hogyan tudjunk kellő garanciákat biztosítani mondjuk a Magyar Rádió zenei együttesei számára, amelyekre az utóbbi években egyáltalán nem fordította kellő figyelmet. Sőt, a Fidesz képviselőjét, Gulyás Dénest, a Magyar Rádió elnöke kiküldte a Magyar Rádió énekkarának a próbájáról. Egy országos képviselő, aki nem mellékesen a zeneakadémiának a tanára. És kiváló énekművész. Tehát tessék ezen elgondolkodni, és amikor székház bizniszről beszél képviselő asszony, akkor inkább a Magyar Televízió székházának eladását és az új székháznak a katasztrofális körülmények között és gazdasági kondíciókkal való fölépítését kérje a saját frakcióján számon. Köszönöm szépen a figyelmet!